Sziasztok, üdvözlök mindenkit! Ez itt a Napfényes YouTube csatorna. Ma egy töltött cukkinit fogok készíteni, méghozzá gyrosz hússal, vegán gyrosz hússal fogom tölteni, és egy kapros joghurtmártás lesz alá beöntve. Dübörög a cukkini szezon, itt vagyunk a nyár közepén, rengeteg friss zöldség van. Gyertek, tartsatok velem most is! Nagyon sokféle módon készülhet el a töltelék. Lehet szejtánból készíteni, rengeteg receptet használtam már, van fönt szejtán. Receptem megcsinálhatjátok abból is, megfőzitek, ledaráljátok, lepirítjuk, és majd mutatom, hogy hogy fogunk vele dolgozni. Készülhet szójából, textúrált szójából, csík, darálék, bármilyen formában. Ezt fogjuk most is használni. Itt van egy ízesített, ilyen kis szeletelt szója, ami az alapja lesz a receptünknek. Ezt a barna szója, granulátumot vagy texturált szójafehérjét egyszerűen beöntöm ide a kis vízbe, teszek hozzá egy kis sót, és először is puhára főzzük. Aztán ebben a serpenyőben fogom elkészíteni majd a ragút, de fogok még használni hozzá borsó proteint. Ez egy klasszikus gluténmentes hús helyettesítő, amit már biztos, hogy sokan ismertek. Ebbe a tálba kiöntöm, viszonylag kicsik a szemcséje, amit látjátok, egy picit bedagad, tehát tölteléknek tökéletesen alkalmas. Egyszerűen leöntöm hideg vízzel. Picit elnyomkodom, beszívja ezt a vizet, ez gyakorlatilag nem kell nagy hőkezelés neki, majd utána természetesen a serpenyőben a hagymával és az ízesítőkkel át fogom forgatni. Körülbelül 3 perc telt el itt a szója főzésekor, és már ki is lehet venni. Hát picit bizarr a színe meg a kinézete, de higgyétek el, ízre ugyanolyan, mint bármilyen szója. Na, ez egy picit hadd hűljön, hiszen majd apróra szeretném vágni, és azért forrón nagyon nehéz vele dolgozni. Közben a serpenyőmet elkezdem forrósítani, és megcsináljuk a gyrosz húsinak az alapját. Lilahagyma és vöröshagyma áll itt rendelkezésemre, és egyszerűen csak fölvágom kisebb kockákra, és már mehet is pirulni a serpenyőbe. Mehet egy kevés szőlőmagolaj alá, lehet még olivát használni, vagy napraforgót, ki mivel szereti, és már dobom is rá a hagymákat. Szeretnék egy kis színt adni a gyroszomnak, úgyhogy ezt a kápia paprikát fogom használni. Méghozzá először is földaraboljuk, kockára vágjuk, pici apró kockákra, hiszen töltelékben nem jó, ha túl nagy darabok vannak. Együtt jól összepirítjük őket. Előkészülök a petrezselyemmel, ami azt jelenti, hogy először a zsenge szárat, amit itt láttok, ezt reggel szedtem, úgyhogy szép, finom, háztáji, kerti, friss petrezselyem. Egy picit nagyobbra vágom a szárait, ez mehet majd a raguba az elején. Közben megvizsgáljuk a borsófehérét, hogy néz ki. Aha, látjátok, hogy beszívta a folyadékot, az alján még van egy kicsi, mutatom, de szépen bepuhultak, úgyhogy ez már most fogyasztható. Az azt jelenti, hogy tudok vele dolgozni, majd a ragúba fogom beletenni. De nézzük, hogy áll a szója, a főtt szója. Hát még melegek, de én elkezdem felvágni, hiszen sosem lesz kész az ételünk. Na, erre a méretre gondoltam, amint látjátok, sikerült ilyen durva darálékot képeznem így a késsel összevágás által, hogy lassan jó lesz a hagymám, és fontos, hogy azért ne legyen nyers. Ugye most a töltelék készül, a cukkinibe fogjuk beletölteni, elég nagy mennyiség lesz, ha így már megnézem az alkotó elemeket. Ezeket mindig nehéz kiszámítani, hány darab cukkinihez mennyi töltelékkel, túltoljuk, picit puposra töltjük, vagy csak laposan szeretjük, ugye ezért nem exaktak ezek a receptek. Nagyon jó, megdinszteltem a paprikákat is, szépen összeestek, mehet rá a szójahúsi, így belehúzom egybe az egészet, és már a petrezselyemet is hozzáadom,
és a borsófehérjét is. Itt a borsófehérjénél arra figyeljetek, hogyha nagyon vizes lenne, akkor érdemes csavarni egyet rajta, így a fölösleges nedvesség az most nekünk nem fog kelleni. Egy pici keverés, amint látjátok, ez egy ilyen vegán hús imitáció. Jöhet a fűszerezés. Fogok néhány gereszt fokhagymát, és már nyomatom is rá. Most kapnak még egy kis színt, ugye ezek a szója és a borsó protein darabkák, úgyhogy ezzel mindenképp pirítsátok egy darabig, én is ezt teszem. Közben azért lehet fűszerezgetni. Ez azt jelenti, hogy van egy kis gyrosz fűszerkeverékem, ezt majd mellékelem nektek a receptbe, alul, ha legörgetitek a videót, de azért nagyjából elmondom, fokhagymapor, zöld bors, fűszerpaprika, köménymag, római köménymag, koriander, oregano, szerecsendió, egy pici fahéj is dukálhat bele, de nagyon minimális mértékben tegyétek bele, és egy kevés garam maszalát teszek bele, ez ad egy ilyen kis csavart ezeknek a közel-keleti ételeknek. Intenzívnek kell lenni a tölteléknek, hiszen a cukkinit már nem szeretném fűszerezni, sózni sem, mert nagyon hamar ki tudja engedni a levét, úgyhogy itt kapja meg most az egész ételünk az összes ízvilágot a tölteléken keresztül. Most jöhet egy olyan fűszer, amit esetleg nem gondolnátok, hogy teszek bele, egy kevés mustár, dijoni mustár teszek bele egy teáskanállal. Aztán mit szeretnék még beletenni? Egy kis szójaszószt, méghozzá ez a sötétebb változata a szójaszósznak. Így, ebből nem kell sok, csak így a színe véget, és egy kis sima tamarit is teszek bele. Ugye eddig gluténmentes az ételünk, ha valaki érzékeny a szójaszószban lévő gluténra, akkor a sötétebb színűt ne használja, nagyon kevés van benne, de akkor sem, a tamari az teljesen gluténmentes. Lekapcsoltam a tűzhelyet, már elértük a végső állagot, de most jöhet egy kóstolás, nehogy később derüljön ki, ha valami hiányzik belőle. Nagyon jó. Fontos, hogy ezt most félretesszük, hűljön ki, így ebben a formában 100 fokosan nem lehet betölteni, és majd egy kis vegán reszelt sajttal fogom keverni, és jövök vissza a töltéssel. Kihűlt a töltelékünk, következzen a töltés. Cukkini töltés verziókat fogok megmutatni nektek. Érdemes mindig zsenge, vékony, nem túl magos, nem ilyen luftballonos cukkinit választani. Egy picit levágom a két végét, úgy mehet a komposztba, és hosszában félbevágom, egyforma feleket képzek. Nagyon jó. Ha ez megvan, akkor fogok egy karalábévájót. Ha ez nincsen, akkor esetleg egy teáskanállal dolgozhattok, de ezzel a karalábévájóval körülbelül pont a magját, a mag részét, magházát ki tudom szépen vájni. Most már itt keskenyedik, jöhet a keskenyebb változat, így szépen kikaparjuk. Nagyon jó. Ha kanállal dolgoztak, akkor ugyanezt a verziót javaslom. Ez már egy picit vastagabb cukkini, a két végét ugyanúgy levágom, háromba vágom a cukkiniket, majd megint félbe. Itt fontos még, hogy esetleg nagyon imbolyognak, akkor le lehet vágni az alját egyenesre, csak épp, hogy egy keveset, így, hogy stabilan megálljon. Ugyanúgy kivágom a magházát. Lehet teljesen végig. Jöjjön egy harmadik verzió, méghozzá ezt a nagy sárga cukkinit fogom megtölteni. Édesanyám kertjébe termett, úgyhogy ezt fontos bemondanom, mert azért ez a hazai ízek előnye, ez mindig különleges élmény. Itt most az lesz a lényeg, hogy fölvágom ilyen 3-4 centis darabokba, amint látjátok, és így fogjuk megtölteni. Ehhez szintén kivágom a magházát, ez már egy picit magasabb ez a cukkini. Ugye ezt mondtam az elején, hogy fontos, hogy zsenge, vékonyabb cukkinit választatok, mert akkor kevesebb a magja, ugye ennek most egy picit több a magja, de hát kicsit több töltelék is fog belekerülni, úgyhogy nem fogunk rosszul járni. Így néz ki az előkészület. Kivágtam a cukkiniket, jöhet a töltés.
Felmerülhet a kérdés, hogy mi történik a belsejével, amit ugye kivettünk. Hát egyrészt mehet a komposztba, ha nem akarjuk felhasználni, de belekerülhet egy zöldségkrém levesbe is, vagy akár ebből lehet készíteni egy tejszínes hagymás mártást, amibe ugye ezt beledinszteljük, és egy kis tejszínnel felhúzzuk. De erre most nincs szükség, jöjjön a töltelék, itt van a kis langyos gyrosz húsim, amit egy kevés növényi sajttal még bekeverek, szépen hadolvadjon majd közé, ez egy kötőanyag is lesz, hogy ne essen szét a töltelékünk, sőt, leginkább az a funkciója, hiszen nem tettem bele sem zappelyhet, sem búzadarát, sem olyan folyadékot, vagy valami olyan állagú alapanyagot, ami segíteni ezt a kötést, úgyhogy a növényi sajt lesz ezért a felelős. Szuper, tökéletes, jöjjön a töltés. Először is ezeket a kicsiket fogom betölteni, egy kézzel belemászok a töltelékbe, formázok egy kis hengert, amennyire lehet, és betöltöm így a kis cukkini darabkáimat, és mehet ide a tepsibe, amit sütőpapírra már kibéleltem. Jöhetnek a nagyobb cukkinik, ezzel ugyanúgy járunk el, és jöhetnek a nagy sárga cukkinik, ebbe azért jóval több töltelék fér, így szépen megtömjük őket, mehet púposra, itt majd azért a sütési idő különbözhet, hiszen ennek a nagynak több fog kelleni, meglátjuk, hogy valóban több kell-e, lehet, hogy ressebbre hagyjuk, azaz roppanósabbra. Ennyi töltelékem maradt, amit látjátok, még bele erőszakolhatnám egy-két cukkinibe, de most megtelt a tepsim is, úgyhogy ezt majd később elhasználom, esetleg egy meleg szendvicshez. Na, látjátok, milyen szépek lettek, szép színes már most. Egy nagyon kicsi ilyen tejfölimitációt teszek a tetejükre, szépen hadd piruljon rá. Mehet rá egy kevés oregano, ez az, szépen rásül a tetejére, illatozik majd a sütőben, és egy pici frissen őrölt borsa, amíg meghintem a tetejét, eddig szuper, de látok itt még egy kis olívaolajat, picit bespricnizem a tetejüket szintúgy, mehet is a forró sütőbe, előmelegítettem, körülbelül 200 fokos, és legalább egy negyed órára 20 percre, aztán persze csekkolom, ha még nem elég puha, vagy nincs elég színe, akkor még hagyok rá egy pár percet. Amíg a cukkinink sül, elkészítem hozzá a mártást, ez egy hideg szósz lesz, méghozzá egy kis kapros joghurt öntetet fogok készíteni, ehhez van egy kis köteg kaprom, vagyis hogy csomó, nem köteg, egy újnyi kapor, amit finomra vágok és mehet is hozzá. Ugye gyrosz stílusban töltöttük be a cukkinit, és ehhez nagyon jól dukál egy caciki, és hát ennek az alapját fogom gyakorlatilag elkészíteni, ez a kapros joghurt, az uborkát most kihagyjuk belőle, nincs szükségünk rá, de természetesen lehet hozzá azt is tenni, mehet hozzá három kis gereszt fokhagyma, pici őrölt bors, és egy kevés olívaolajjal löttyintem, úgy, nagyon jó, és némi só, ez most itt van előttem, egy kis Vegamix só, ebből egy picit hintek bele, és egyszerűen csak simára keverjük. Tegyünk hozzá egy pár csepp citromlevet is, nem kell sok, csak így elindítom a... Ez az, ennyi elég is lesz. Jó pikáns a mártásunk, enyhén fokhagymás, kapros. Szezonját tekintve a saláták most nagyon aktuálisak, úgyhogy ebből csinálok egy friss mix salátát. Nagyon szép. Megmostam előre, ez nem is tudom milyen saláta, ilyen római típusú talán, vagy ilyen apró levelű friss zöld saláta, édesanyám kertjéből, ez lesz a római saláta, amint látjátok, ezt már szerintem mindenki felismeri, baby római saláta, csak ilyen nagyra vágom, és úgynevezett rusztikus módon adagolom, aztán jöhet egy ázsiai típusú saláta, ezt már én termesztettem, úgyhogy szépen belevágom ezt is ilyen nagyobb darabokba. Most pedig beízesítjük, a citromnak a maradék levét kinyomkodom. Nagyon jó, pici őrölt bors, kevés almaecet. A
sósságot a szójaszósszal fogom elérni, nem kell sok, és egy kis olaj is dukál hozzá. Ez most egy különleges pisztácia mag olaj. Így, nem annyira drága, mint amennyire hangzik. Jó, jöhet a keverés, de látok itt még néhány levél petrezselymet, ezt is szépen belevágjuk. Kap egy keverést, és szerintem lassan jövünk a tálalással. Ezzel is meg vagyok, és nézzük a cukkinit a sütőben, nehogy elégjen. Tökéletes, egyik-másik picit megpirult, de valaki a pirultat szereti, úgyhogy az is el fog kelni. Jöhet a tálalás. Csináltam egy kis szettet, hogy guszta legyen, nem fogom egy tányérra felpakolni az összetevőket, így külön-külön tálaljuk, de azért ebből a gyönyörűségből teszek ide néhányat. Íme elkészültem vegán gyrosz hússal töltött cukkini, friss salátával a kertből és egy kapros, fokhagymás joghurt öntet. Engem ez a vastagra vágott cukkini győzött meg, sokkal jobb állaga maradt, sokkal jobb tartása, több töltelék is fér bele, mint a kisebbek, de megmutattam, hogy ezek az opciók léteznek, készítsétek el a saját verziótokat, remélem tetszett a videó, és találkozunk a jövő héten is. Sziasztok!